Üdvözlöm! Ön a Sziaszta legújabb adását látja. Nem csak Kecskemét főterén nagy a sürgésforgás, bár hétvégén itt is programokra számíthatunk, amelyekről természetesen szólok majd egy picit később, hanem hogyha az ember kijebb megy a városból, és mondjuk zöld területeken barangol, akkor is rengeteg emberrel találkozhat a szabadidőparkban, az arborétumban, vagy éppen a vadaskertben. Hogy miért? Nos, azt gondolom, ezt nem nagyon kell indokolni. Az viszont egy jó tipp lehet, hogy a sita jobban esik közösségben, hogy milyen közösségben egyet sétálni akár 2 vagy 5 kilométeres távon, ezt viszont Kecskemét nyugdíjasai bizonyították be, és ezt mutatjuk meg most önnek. Séta és különböző szűrővizsgálatok várták a nyugdíjasokat június 7-én pénteken délelőtt a Benkó Zoltán Szabadidőparkban. A nyugdíjasok Lúgyainak Megyei Jogú Városi Szövetsége a Séta az egészségért elnevezésű programon a szervezők egy rövidebb 1 kilométeres és egy 7 kilométeres túraútvonalat szerveztek a résztvevőknek. A Kiskörön megyünk, és akkor utána, akinek szeret fölmenni a dombra, oda fölmegy, aki nem, az meg mind tovább. Ezek voltak a tervei az egyik résztvevőnek, Ponyák Istvánnak a pénteki napon. A sétát 10 éve szervezték meg először. Próbajászné Túri Éva, a Nyugdíjas Szövetség elnök helyettese elmondta, minden évben népszerű ez a nyugdíjasok köreiben. Úgy látjuk, hogy népszerű, mert elég sokan kijönnek, főleg így, hogy ilyen gyönyörű idő van. Most nem tudom pontos létszámot mondani, de olyan 150-200 között szokott lenni mindig a létszám, attól függ, hogy milyen az idő. Az idősebb korban is nagyon jó az, hogyha sétálnak legalább, és szeretnénk ezzel is kapacitálni őket, hogy máskor is tegyenek sétát ezen a gyönyörű környezetben, vagy esetleg máshol. A pénteki rendezvényre a Kórházért Alapítványtól is érkeztek ápolók, akik vérnyomás, vércukor és koleszterin szintmérést végeztek a nyugdíjas klubok tagjain a szabadidőközpontban. Stábunknak Cserényi Márta a vezető ápoló mondta el, miért jók ezek a szűrések. Ki lehet szűrni, tehát hogy az alattomos betegségeket, ugye a vércukor, ami nem biztos, hogy rögtön észreveszi az ember, hogyha kiugrik a vércukorja, tehát itt nagyon fontos a megelőzés. A hipertóniánál is, hogyha nem méri otthon rendszeresen, akkor nem veszi észre, de hogyha egy-egy ilyen szűréseknél kiderül, akkor küldjük a házi orvoshoz, és akkor ő azért odafigyel ezekre a dolgokra, és megbeszéljük velük, hogy otthon is rendszeresen ellenőrizze. A résztvevők közül sokan részt vettek a séta mellett a vizsgálatokon. A résztvevők stábunknak elmondták, hogyan szoktak az egészségükre vigyázni. Az étkezésre sok folyadék ajánlják, és akkor meg hát azért a ténykedés azért van elég nagy kert, amiben lehet ténykedni, úgyhogy nagyon nem unatkozom. Hát mi azért teszünk, hogy értelemben kerékpározunk, úszunk, heti rendszerességgel, különböző sétákon, túrákon veszünk részt. Arról, hogy miért szeretne kijárni erre a programra, Bóna Sándorné, az egyik nyugdíjas résztvevő szintén nyilatkozott stábunknak. Ez a jó levegő, ez a séta, ez a ellenőrzés a cukorra. Az idősek szívesen látogatják a séta az egészségért eseményt, ilyenkor tudnak beszélgetni és közösséget építeni. A séta és a jó fizikum egyértelműen azt eredményezi, hogy az embernek van kedve cselekedni és aktívan készíteni vagy csinálni valamit. Ha pedig már aktívak akarunk lenni vagy maradni, akkor miért ne tehetnénk azt mondjuk pénzért? Sok nyugdíjas azonban azzal a problémával küzd, hogy nem tudja, hogy hogyan dolgozhatna legálisan, akár részmunkaidőben. Szerencsére van megoldás, és a megoldások egyikét most megmutatjuk önnek. Az időskori vállalkozás előnyeiről és formáiról tartottak előadást Kecskeméten a Cédrusnet irodájában csütörtökön. Az esemény arra kereste a választ szakemberek segítségével, hogy milyen formában lehet nyugdíjasként dolgozni legálisan. A Cédrusnet programnak a lényege az aktív idősödés feltételeinek a megteremtése, ami azt jelenti, hogy meg kell teremteni a társadalmi környezetet, hozzá a gazdasági környezetet, a személyi, tehát az egyéni felkészültséget és a jogi környezetet. Az aktív idősödésnek nagyon fontos eleme, talán a legfontosabbika, hogy az emberek feladatot vállaljanak, munkát vállaljanak, dolgozzanak, és az teljesen mindegy, hogy pénzért, nem pénzért, önkéntesen, röviden, hosszan, 4 órát hetente alkalmilag. A probléma az, hogy a nyugdíjba
nő emberek nem készültek arra fel, hogy ők vállalkozók legyenek, kicsit tartanak tőle. Megjelentek új törvények, amelyek segítik a munkáltatókat, hogy foglalkoztassa a nyugdíjasokat. A Cédrusnet program külön szenior tudásbankot hozott létre, ahol azoknak az időseknek az adatait gyűjtik, akik szívesen vállalnának munkát, akár alkalmi jelleggel is. Ebben a munkaerőpiaci bankban kapnak helyet a szupernagyik és idős látogatók, illetve bárki, aki aktív és szívesen vállalkozna. Közel 200-an vannak a Senior Tudásbankban, aminek nagyon örülünk. 50 év felettiek kerestek meg azzal bennünket, hogy munkát és feladatot szeretnének vállalni, amiben segítünk nekik. Nagyon sokanak sikerült is már ezt a segítséget megadni, de ami nagyon jó dolog, hogy tapasztaljuk, hogy egy rendkívül jó közösség alakult ki itt. A munkavállalásnál sokszor tapasztaltuk azt, hogy nehéz a munkáltatóknak az a foglalkoztatási forma, amit ők is elfogadnak, és kedvező a munkavállalóknak is. Ezért egy Senior Tudásbank tagunk, Orosz József segítségével, aki önkéntes munkába felajánlotta ezt a lehetőséget, összerendeztük ezeket a foglalkoztatási formákat, és konzultációt kértünk a NAV tájékoztatási osztályától, ahol Szabó Gábor nagyon készségesen segítette ezt a folyamatot. Bár az adózás formáinak kérdése elsőre száraz témának tűnhet, csütörtökön megtelt a terem nyugdíjasokkal. A mai tudákat gyakran ugye a munkaerőt időszakosan igényelgetik. Szabó Gábor, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Bács-Kiskun megyei szervezetének osztályvezetője alapos részletességgel sorolta a szabályokat, miközben életszerű példákkal fűszerezte előadását. Az adóügyi szakember és Orosz József közgazdás segítségének köszönhetően hamarosan bárki rendezett formában elérheti mindazt az információt, ami az időskori vállalkozáshoz szükséges. Idősödők részéről fölmerül az igény, hogy munkát vállaljanak vállalatok vagy magánszemélyek részére, és beleütköznek abba a probléma, hogy szeretnék ezt legálisan végezni. Segítettem megtalálni azokat a formákat, ahol legálisan tudják ezt tehát adózott formában csinálni. Ezek most az asztalra lesznek téve, ezek a lehetőségek, és mindenki azt veszi le, ami éppen az ő élethelyzetére illik. Az összegyűjtött tudás hamarosan a Cédrusnet weboldalán is kiadvány formájában is elérhető lesz. Kicsik és nagyok egyaránt jól érzik magukat itt Kecskemét főterén, és ígértem, hogy az itt zajló programokról is szólunk. Nos, szombaton kezdődik a Barackpálinka és Bor Fesztivál, amely rengeteg érdekességet és nagyon jó fellépéseket ígér, egyébként a kicsiknek is, hiszen itt lesz a Kaláka is, de emellett nagyon sok komoly zenei és könnyű zenei fellépőre is számíthatunk, úgyhogy nem csak az italozási, hanem a szórakozási is a főszerep itt Kecskemét főterén, ha teheti, akkor ön is látogasson el ide. Sziasztával egyébként jövő hét szerdán jelentkezünk ismét, akkor is tartson velünk!